Sziasztok! Nagyon sokan kerestek azzal, hogy táblásítotok, és ahogy látom, ezt nem jól csináljátok, úgyhogy pár szó a táblásításról. A fényeléssel sokat nem tököltem, úgyhogy ha túl sötét vagyok, akkor az nem annak az oka, hogy túl sötét vagyok, hanem az, hogy a lámpa nem elég világos. Mi a projekt? A projekt nagyon egyszerű. Egyik kedves ismerőseinknek születik kisbabája, és nekik kell egy ilyen pelenkázó asztal tuning, vagy pelenkázó komódra lévő tuning. Na, mivel nem szeretjük annyira ilyen meggondolásból a fenyőfát, ezért úgy gondoltam, hogy bükkből fogjuk elkészíteni. Kimentem a faanyagraktárba, és találtam egy ilyen gyönyörű fosznit, ami 1,70 hosszú, és olyan tekintélyesen 50 széles. És ilyenkor mindig el kell gondolkozni, hogy mit akarunk csinálni. Nyilván megcsináltad a szabásjegyzéket, ugye? És akkor tudod azt, hogy két oldal, meg két kötő, és akkor viszontlátásra. Itt is erről van szó. Tudni kell, hogy milyen magasat akarsz csinálni, meg hogy milyen széleset. Na most ugye sokan elkövetik azt a hibát, hogy vagy egyben hagyják az anyagot, és akkor mit tudom én, 15 centis deszkát veszünk, abból a 14 úgyis kijön, és utána meg csodálkoznak, hogy így meg van görbülve. Nagyon sok ilyennel találkozok. A másik pedig az, hogy fogod és veszel kétszolos pallót. A kollégáink 52-re vágták be. Beszáradási tényezőt azt itt jól mérték fel, tehát ez most 52-es, tehát akkor nyugodtan egy ilyen 47-es lamellával lehet számolni, ugye egyengetés vastagolást követően, és nekünk ebből kellene ilyen durván ilyen 120-as cuccokat létrehozni, 85 hosszú lesz, vagy 85 mély lesz a dolog, és a belevaló pelenkázó agregát, az meg azt hiszem 50 centi széles, de most mi szabásjegyzéken dolgozunk, mert nagyon gyorsan kell minden, és nem volt idő skiccelni, de ha kezdő vagy, akkor muszáj skiccelned, illetve majd ide bevágok egy skiccet, amit a hölgy rajzolt, és muszáj kitalálni, hogy hogyan legyen. Tehát a fejedben benne kell, hogy legyen, hogy az a termék az hogy fog kinézni. Már amikor kimész a fűrésztelepre, már akkor tudnod kell, hogy milyen anyagot keresel. Mert ha ezt nem tudod, akkor úgy fogsz járni, hogy a gombhoz varjuk a kabátot. Ilyen egyszerű. Kicsit pörgök most, mert gyorsan kell minden. Ha megnézed, akkor egy icipici hajlat van benne. Tehát így körülbelül van benne, mindjárt megmondom pontosan, tehát 1 centi van benne, ami azt jelenti, hogy mert már volt már ilyen is, körülbelül 1 centi van benne, meg még ugye bele kell venni azt, hogy így is lesz benne valami. Tehát, hogyha ezt így ebben az állapotában akarnád kivastagolni maximumra, akkor durván olyan 30 mm az lesz a vége. Mert ugye mindkét oldalon 1 centi van. Ezért a megoldás az, hogy fel kell hasítanunk, nyilván nem fejszéve, fel kell hasítanunk egy bizonyos vastagságra. De milyen vastagságot válasszál? Na most van egy arany középút, hogyha colos anyagból indulunk ki, ugye azt már megbeszéltük nagyon sokszor, hogy az 21-re, 20-ra, esetleg minimálisan 18-ra fogod tudni kivastagolni, ugye attól függően, hogy milyen szerkezetet akarsz csinálni. Tehát mondjuk egy kétajtós akasztós szekrény ne akarjál 18-asra csinálni, mert böszme hülyén fog kinézni. Tudom, hogy laminátból jól néz ki, de az egy más történet. Tehát azért próbáljunk meg az a klasszikus, asztalos, ortodox megoldással operálni, hogy colos anyagból 21-et tudunk kiszedni. Tehát mi is ezt fogjuk csinálni, csak nem 25-re fogjuk bevágni, hanem 26-ra vagy 27-re, mert igazából teljesen jó. Amúgy mi sem 21-re fogjuk ezt az egészet megcsinálni, majd az menet közben elválik, de az alaphelyzet az kiindulásként, hogy 21 legyen a vége. Mert az néz ki frankon, ahhoz lehet rögzíteni. És ugye egy ilyen hibrid rögzítést fogunk amúgy is csinálni hozzá. És akkor most jönnek a problémák. Megvan az anyag. És akkor ilyenkor mindenki úgy kezeli az anyagot, minthogyha ez egy homogén, mint a hungarocell lenne, vagy üveg, vagy acél, vagy mit tudom én, senki nem veszi bele a pakliba azt a dolgot, hogy amikor én ezt elkezdem felhasítani, akkor a fában felgyülemlett feszültségek, az a hatalmas stressz, ami menet közben kialakult, a fának a növekedése során, amikor kivágta az erdész és kétszer belerugott, amikor a közelítő traktorral kihúzták a büdös francból a kisrábához, vagy a nagyrábához, vagy nem tudom hova, fölpakolták, megmarkolták, elszakították a bajtársaitól, a mókusoktól, a rókáktól. Ez az összes stressz, ez benne van ebben az anyagban. És ezt mi most
fel fogjuk szabadítani belőle. Arról nem is beszélve, hogy még a fűrésztelepen még micsoda élményei voltak ennek a rönknek, aztán amikor átengedték a gatteron, akkor ugye a vérük ketté vált, és akkor így most ő teljesen magányos, meg minden. Tudom, hülye hangzik, de hát gondold csak végig, hogy egy ekkora rönkből most nekünk ennyi van, az összes az valahol máshol az országban, vagy a tűzbe, és az atmoszférába került. Szóval, amikor elkezdjük fűrészelni, akkor ki fog belőle jönni a feszültség. Hogy ez a feszültség, ez a mesterséges, úgynevezett műszárítás során került bele, vagy esetleg nálam került stresszes, depressziós állapotban, az egy teljesen más kérdés. Tehát első körben készítenünk kell belőle egy, hát itt is mondjuk azt, hogy hidegbelövés. Egyfelől ez az anyag már félig le van szélezve, szerintem különben nem túl jól, mert ugye menet közben ez is mocorgott, de hogyha ezt egyenesnek vesszük, hát itt van egy kis holja, de ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag steller mellett nyugodtan fogjuk tudni tolni, de nekünk ugye roblandunk van, ja? Úgyhogy mi amellett fogjuk tolni. Na most, viszont, ugye teknős a cucc, és ilyenkor ez ugye jön ki a legerősebb ember, ugye a pupos, mert nem lehet két vára fektetni. És akkor én egyszer azt mondtam, hogy homorú oldalról kell vágni, ezt most is tartjuk, mert hogyha nem arról vágod, ugye menet közben billeg, és akkor az anyag, meg a körfűrész, és akkor a cudarvilág lesz, homorú oldalról fogjuk vágni, az elsőt szélesebbre fogjuk vágni, 27-28-ra, pontosan azért, mert ugye amikor én ezt felrakom, akkor amikor fölkerül, akkor egy kicsit ugye így fog állni a két széle az anyagnak. Na már most, még egy aprócska dolog. A körfűrészre nyilván hasító lapot helyeztünk fel. Na most, ugye mondtam, hogy ez 1,70 hosszú, 50 széles, és 52 mm vastag. Tehát, hogyha egy gyors köbözést itt összehozunk, ugye pár embernél már itt gond van, tehát 1,7x 0,5x 0,052, akkor ebből megkapom, hogy ez 0,0442 köbméter. Jó? Tehát ez azt jelenti, magyarra lefordítva, hogy ennek a térfogata az 44,2 liter. Jó? Aki nem érti, az szóljon. Tehát 44,2 liter, és mondjuk Bükk révén, most nem is nálam táblázat, tegyük fel, alsó hangon mondjuk legyen 700 kg per köbméter, nem annyi, tehát valószínű 600, számoljunk 600-zal. Hogyha ezt megszorzom 600-zal, akkor megkapom, hogy ez papíron 26,52 kiló. Szerintem nehezebb. Jó? Mit jelent ez? Miért fontos ez, hogy hány kiló? Hát már így ránézésre is azért ez egy eléggé rusztikus darab. Ez azért fontos számunkra, hogy a körfűrésznél majd milyen erők lesznek. Tehát kell-e attól félnünk, hogy ez visszasodrással fog-e járni? Biztos, hogy fog, biztos, hogy lesz, mert biztos, hogy van benne feszültség. Csak még azt nem tudjuk, hogy pozitív feszültség van benne, hülye szóval, vagy negatív feszültség, tehát bezár az ég után, vagy kinyit az ég után. Igazából egyik sem jó, de majd valami lesz. Na, hát elég hülye Magyarósi Csabának hangzik, amit mondok. Na, de mindegy, most ezt vonatkoztassunk, egy kicsit fölpörögtem. Tehát, stellert beállítjuk 27-re, körfűrészlapot beállítjuk olyan magasra, ami erre kell, és utána nekiállunk hasítani.
megcsináltunk annyi lamellát, amennyire szükségünk van, plusz csináltunk kettőt pluszba. Erre azért van szükség, mert mindig előjön az, hogy vagy elszámoltuk magunkat, vagy az anyagban van valami, ami miatt ez lehetetlenné válik. Tehát ugye az anyagot azt mindig meg kell nézni, hogy mi van. Ugye itt nekünk van most, hogyha jól megnézed, várjál, hol a fókusz. Tehát itt van egy ilyen kis valami, lehet, hogy eltűnik, lehet, hogy nem. A másik, hogy itt most nem látszik, de látszik, itt van benne egy repedés. Jó, ez több mindegyikben van. Azért van benne, mert ugye a szárítás során bütű felől jobban megy a száradás, és ott általában bereped. Ugye erre találták ki az S-kapcsot, meg van ilyen műanyag S-kapocs, meg mindenféle egyéb más megoldást. Igazából tök mindegy, mert a kapocs, na mindegy, nem megyünk bele, szóval nem jó, az a lényeg. Tehát több kárt okoz sokszor, mint előnyt, ettől függetlenül szoktuk használni, megfelelő szituációban ez működhet. Amit nem csináltunk most meg előtte, mert ugye ekkora volt a foszni, az az, hogy méretre vágjuk, tehát szabás méretre, hosszra, szabás hosszra levágjuk, ezt most fogjuk majd megejteni egy daraboló fűrésszel, és akkor onnantól kezdve elkezdődött az egyengetés vastagolás, ami egy kicsit folytatni fogja azt a sorozatot, ami több mint egy éve stagnál. Tehát, hogy ez is egy kicsit benne legyen, hogy hogyan kellene előkészülnünk egy táblásításhoz. A maradék anyagot szépen félrerakjuk. Volt egy köztes rész, egy úgynevezett sepretés, amire azért volt szükség, mert menet közben amúgy tök jó az anyag, tehát hogyha megnézed, ide le van rakva az anyag, ha ezt én így átfordítom, akkor is áll, mint Katiban a gyerek, tehát gyakorlatilag minimális feszültség volt benne, de mégis a vágás során a alapfosztingban, tehát a donorban, vagy a nem tudom, abban lett egy kis homorúság, ez az előtolás révén jött létre, kicsit bénáztam, és ezért megsepredtem. A sepretésnek az a lényege, ezt nagyon kevesen tudják, hogy a sepretés az gyakorlatilag lap vastagságnál kisebb vágást jelent. Ugye ezt több dolog kapcsán szoktuk alkalmazni, én itt most azért alkalmaztam, hogy egy egyenes bázis élt kapjunk, ami mentén tudunk dolgozni, hiszen azt is megcsinálhattuk volna, hogy földobjuk egyengetőre, csak mondjuk a francnak sincs kedve 30-35 kilóval egyensúlyozni, főleg abban az esetben, ha hosszú. Mit csinálj akkor, hogyha nincsen lapszabász körfűrészed? Akkor nagyon egyszerű, vagy egy aluvonalzó mellett egy kézi körfűrésszel fűrészelsz, és azzal csinálod ezt meg, eléggé körülményes, azt azért hozzá kell tennem, de ez egy régi technika. Viszont mostanában én mindenkinek azt javaslom, hogy ha körfűrészben gondolkodik, valamilyen kézi körfűrészben, akkor ne kézi körfűrészt vásároljon, hanem lehetőleg merülőfűrészt. Mert a merülőfűrész sokkal jobban, sokkal több helyzetben fogod tudni alkalmazni, mint egy kis kézi körfűrészt. Ettől függetlenül van egy videónk, ahol van egy bazi nagy körfűrész, azt nem javaslom, hogy azt használjátok. De kézi körfűrésszel ezt a, vagy merülőfűrésszel ezt az akciót simán meg lehet csinálni. Másik reakció, valaki múltkor megkeresett, hogy szalag, az pont YouTube-on, hogy szalagfűrésszel hasít fel anyagot. Ez tök jó, meg minden, egy bizonyos méret felett. Tehát amit már a körfűrész nem tud átvinni akár két lépcsőben, mi gyakorlatilag 160-at át tudunk, vagy talán 170-et is ezzel a géppel, ami nem megy, azt akkor lehet szallaggal nyilván, de azt hozzá kell venni, hogy hiába keskenyebb a szallagnak a vágásrése, mivel a szallag az nem egy merev anyag, ezért kicsit csálézik, mellé vághat, főleg ha rosszul van beállítva, rosszul van élezve, és akkor már megint csak több lesz a hús, mint a leves, meg egyáltalán nem tudom, hogy minek állunk neki igazából 150-es anyagot hosszába ketté vágni, bár mi is szoktuk néha csinálni, de alaphelyzetben olyan anyagot kell vásárolni, ami a mi igényeinknek megfelelő. Tehát, hogyha te colos anyagnak megfelelő vastagságot akarsz létrehozni táblásítással, akkor vagy vegyél colos anyagot lehetőleg jót, vagy vegyél két colost, vagy esetleg három colost, és azt vágd be olyanra, amilyenre szeretnéd. Nyilván itt most mindenre nem tudunk kitérni, ha igény van rá, akkor majd erről is fogunk csinálni egy videót. Közben elkezdett gyöngyözni ez a gyönyörű homlokom, mert egyszerre van hideg és meleg. Úgyhogy gyorsan ledaraboljuk, és utána megyünk az egyengetőhöz. Mikor nekiállsz szabni,
akkor mindig kalkulált bele azt, hogy valami gebasz lesz előbb vagy utóbb. Mi itt különben bent fogjuk hagyni ezeket a kis úgymond hibákat, mert ezekkel tök jól lehet játszani. Főleg akkor, hogyha tudod azt, hogy az ügyfél az veszi az újat, veszi a lapot. És ugye azt mondtuk, hogy a 80 körüli a dolog, de mi inkább ráhagyunk, és inkább 95-öt fogunk készíteni. Senkit ne tévesszem meg, hogy itt egy ilyen fűrész van. Ez egy teljesen jó fűrész. Na, oké, indulhat a buláj. Mivel menet közben figyelemmel kísérted, hogy milyen az anyagod, azért most nem kell neked minden egyes alkatrészt végig vizslatni, hogy az milyen, mert kis darabszámról van szó, ezért egész egyszerűen csak metelsz, de hogyha sok lamelláról van szó, tehát nagyon sokat táblásítasz, akkor érdemes mindig azért egyfelől pár darabbal többet készíteni, ez egy nagyon fontos dolog. A másik pedig az, hogy mindegyiket egyesével megvizsgálni. Ugye ez gőzölt bükk, tehát ráadásul bükkből van olyan, ami tényleg azért nagyon szép tud lenni. Jó, ugye ott kopácsol nekünk a lézer, 95 a cucc, már csak az a kérdés, ugye ez veszélyes, mert itt nincsen fölrakva a vezető, úgyhogy inkább itt, mert különben befordítja.